Szeretettel köszöntöm a kedves együtt gondolkozókat. Ha szeretetnél tartunk és óhajunk, hogy milyen jó lenne, hogyha a szeretet tényleg törvény lenne. Bár első hallásra kicsit különös ez a kifejezés, hogy a Biblia a törvény betöltésének mondja a szeretetet, de tényleg milyen jó lenne, hogyha a szeretet törvény lenne, amit belülről éreznének az emberek, nem mint egy külső törvény, mint most a világjárvány idején, hogy sokan belülről érzik, hogy most ők meglátogatnak időseket és segítenek nekik. Sokan most éttermek, főznek, sütnek, kiszállítanak, talán sokszor ingyenesen is, mert érzik, hogy jó dolog segíteni, jó dolog együtt érezni, jó dolog az, hogyha ők kerülnének ilyen helyzetbe, hogyha ők is ezt kapnák. Vagy jó dolog lenne, hogyha az országokban az egyes pártok nem civakodnának annyit, hanem közös erővel feszülnének neki a problémák megoldásának. Jó lenne, hogyha mindenki belülről őszintén és törvényszerűen, mint egy magára nézve, parancsolatként kezelni ezt a dolgot, hogy a másik ember tisztelje, a másik ember szeresse, és ne képmutatásból, ne érdekből, ne haszonlesésből, hanem tisztán igazán szeresse magáért, a másik ember lényért. Ahogyan is mondta Pascal több száz évvel ezelőtt, hogy mit szeretünk mi a másik emberben? Az okosságát, és mi van, hogyha megidősödik, és már nem lesz annyira bölcs? A szépségét, hát mi van akkor, hogyha megidősödik, és elcsúnyulnak az arcvonásai? Hát mi akkor az okosságot, a szépséget, egy tulajdonságot szeretünk csak a másik emberben? Nem magát a másik ember szeretjük? Vagyis hát mondhatnánk azt, hogy van erosz, erotika, férfi és nő közötti szeretet, mondhatnánk azt, hogy van filia, barátok közötti szeretet, van Philadelphia, hittestvérek közötti szeretet, csak nincs agapé. Az agapét a kereszténység hozta be a szóhasználatba. Ez egy görög szó, amit a Biblián kívül éppen úgy nem használtak, mint a szeretet himnuszában a grésztenómáj, a jóságos kifejezést. Az agapé annyit jelent, szeretetnek szokták lefordítani, hogy a meg nem érdemelt szeretet. Ha valaki nem a tulajdonságainál fogva szolgál rá arra, hogy őt szeressék, hanem mondjuk talán nem annyira értékes ember, vagy sebesült ember, vagy éppen már idős, vagy halál közeli állapotba levő ember, de akkor is ember, és szeretetre méltó ember, akkor is, hogyha az ember nem szeretetre méltó, de kitett bennünket szeretetre méltóvá. Az a valaki, aki az isteni életét képes volt odaadni értünk, ő vitte fel az ember értékét, ő értékelte, soha nem látott magasságokban az embert. Igen, milyen jó lenne, hogyha ezt a szeretetet megtanulná mindenki, vágyakoznék megtanulni, nem mondana le arról, hogy megtanulja. Olvasom ezt a három verset, a sokat idézett már, hát szóban sokat idéztem, de a legjobb, hogyha szó szerint idézem a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verstől. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fere barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, tehát ne lopj. Hamis tanúbizonságot ne szólj, ne kívánj. És ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Kedves hallgatók, kedves együttgondolkozók, nagy jelentőségű szavak ezek. Beszéltünk már erről az előző alkalommal, hogy a szeretet csak igazsággal együtt szeretet. Hogy a szeretetet csak egy valakitől lehet megtanulni, és ez nem ember. Hogy a szeretet az nem elvárás, hanem tartozás.
A szeretet az kezdeményezés. Elmondtunk 4-5 dolgot arról a szeretetről, ami a valódi, az igazi szeretet, amiről a szeretet himnusza is beszél, a híres Pálapostól származó 1. Korintus levél 13. fejezetében. Ott is azzal kezdi az apostol a himnuszát, hogy mi nem szeretet, noha annak látszik ez az első 3 vers. A 4. verstől rátér arra, hogy mi a valódi, az igazi, a hiteles szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit mi továbbadhatunk, mint tartozást, a másik embert is megajándékozhatjuk ezzel. Hát az emberi világban nem adásról, csak továbbadásról lehet beszélni, mondta egy francia író. És beszélnünk kell arról, hogy ez a szeretet, itt kétszer is mondja Pál, ez törvény. Van nem igazi szeretet, van igazi szeretet, ami törvény erejével hat, ott is kezdi a 10 parancsolatot részletezni, hogy az ember nem irigykedik, ugye, ha szeret a másikat, és sorolja visszafele a 10-től visszafele a parancsolatokat. Itt is a szeretet himnusz a 2. részében elér odáig, hogy kimondja a hatalmas nagy kifejezést, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretet soha el nem múlik. És ilyenkor eszünkbe juthat, hogy Hósás próféta Pál apostol előtt évszázadokkal megfogalmazta, hogy kétféle szeretet van. Van az emberi szeretet, meg van az isteni szeretet. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat, mondja a próféta. Tehát, hogyha nem találkozik viszonzással, akkor elmúlik. Az isteni szeretet, ha nem találkozik viszonzással, annál nagyobb lesz, annál többet ad, hogy kiváltsa a hálát és a viszont szeretetet, hogy záruljon a szeretetnek a köre, amely egyedüli kör marad majd az örök életben. Ez a szeretet himnuszának 3. része. Tehát a nem igazi szeretet, a valódi szeretet és az örökké megmaradó szeretet. A szeretet tehát törvény. De milyen értelemben törvény? Milyen értelemben mondja Pál apostol, hogy a törvény betöltése a szeretet? Ez a súlyos, rövid kifejezés mit is rejt magában? Látják, itt van a kezemben egy pohár. Sokat iszom, a stúdióban is kell inni, mert száraz a levegő, és hát minden kis közös együtt gondolkozás előtt azért felhörpintek egy 2 decis pohár vizet, és itt is, itt van a kezemben egy pohár víz. Ezen szeretném szemléltetni egy egyszerű dolgon, hogy mit jelent ez, hogy a törvény betöltése a szeretet. Látják, hogy a poharam nincs teljesen tele. A víz nem éri el a pohár száját. Azt mondja a Biblia tehát, hogy szeretetnek csak az nevezhető, ami betölti teljesen ezt az üvegpoharat. A törvény betöltése a szeretet. Ha már egy kis rés van, egy kis híj van itt, mint ez a 2 centi, itt már van valami hiány, és ahol hiány van, ott a szeretet hiánya az még a bűn kategóriája. És van még persze egy 3. kategória, hogy ebben nem víz lenne, hanem méreg, ami megmérgezne engemet, tehát jól figyeljünk, 3 kategóriáról beszélünk. Szeretetnek csak az nevezhető, ami a törvény betöltés, ami teljesen betölti ezt a poharat. Bűnnek az nevezhető, amiben nagyon sok szeretet van, de van még helye a sok rossznak is, mint hogy 1 hektó vízbe is, ha csak 1 csepp mérget töltök, ugye nem azt mondjuk, hogy van 1 hektó vizem és benne 1 csepp méreg, azaz 1 csepp méreg az egészet megmérgezi. És a 3. kategória, hogyha ebben valami rossz dolog lenne, tehát 1 kategóriája van a jónak, ez a betöltés, és 2 kategóriája a rossznak, ez a szeretetben valaminek az elmulasztása, hiánya, töredékessége, és a kifejezett rossz. A Biblia így érzékelteti azt, hogy a törvény betöltése a szeretet. Mivel hogy a szeretet nem csak érzelem, hanem igazság is. Most valami igazság vagy nem igazság? A féligazság nem igazság, sőt, mondja Pascal, a legveszedelmesebb tévedés és hazugság. Vagyis mi az, hogy törvény?
Mi 20. 21. századi emberek a törvénnyel, mint kifejezéssel, mint fogalommal nagyon mostohán bánunk. Mintha egy kis tudathasadás lenne bennünk. Elfogadjuk a matematikai törvényeket, 2×2=4, ez mindig biztos. Elfogadjuk a fizikai törvényeket, hogy newtoni törvények, Einsteinnek a relativitás elméletének a törvényei. Elfogadjuk a kémiai, biológiai törvényeket, fejet hajtunk előttük, sokszor még a pszichológiának a törvényeit is elfogadjuk, pedig hát ezek közül a törvények közül például, hogy más nem mondjak, hiányzik a bűn, meg a törvény is. Mégis azt mondjuk, hogy hát azért megfigyelésen alapul, tudomány, és a törvényeit elfogadjuk. Na de mi van az erkölcsi törvényekkel? Az erkölcsi törvények azok olyan labilisak, olyan képlékenyek lennének, hogy egyszer igaz, egyszer nem igaz. Erkölcsi törvények, az erkölcsi törvények, talán említettem már önöknek, hogy amikor a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, régi szokás szerint jelentkezni kellett a személyzeti főnöknél, 1978-at írtunk, gondolom most valami hasonlónál kell jelentkezni, humán erőforrás, felelős, vagy nem tudom, hogy nevezik, akkor személyzet is volt a neve. Egy nagyon kedves asszony fogadott engem a központi épületében az akadémiának, egy órát beszélgetett velem, mégis ki ez az új munkatárs, aki először ösztöndíjasként, aztán gyakornokként, aztán segédmunkatársként itt fog majd kutatni, dolgozni az ország első számú tudományos intézetében, és hogy nem a beszéd közben kiejtettem, nem is tudom milyen összefüggésben ezt a szót, hogy bűn, és az asszony, mint a kígyó marta meg, fölugrott, és azt mondta, hogy uram, ne beszéljen a Magyar Tudományos Akadémián bűnről, bűn nincsen. Erkölcsi törvények, ezek viszonylagosak. Az apámnak lehet, hogy bűn volt, én már gondolkoztam rajta, a gyermekem már nem tartja bűnnek, az unokám meg nevet a puszta fölvetésen, hogy itt bűnről beszéljünk. Viszonylagosak ezek nem örökké való biztos dolgok, hanem ezek változnak a történelmi idővel. Nos, hát ilyenek vagyunk mi 20. 21. századi emberek, mi a törvényeket mindenütt elismerjük, természeti törvényeket, talán még társadalmi törvényeket is, de erkölcsi törvényeket, amelyek szabályoznák a hétköznapi életet, a szeretetet, mint törvényt elismerni, hát a szeretet az nem lehet megparancsolni, a szeretetet mondják, a szeretet az hogy lehet törvény? Ha a szeretet az igazsággal együtt szeretet, hát a törvény micsoda? A törvény az igazságnak a részletezése. Ha a szeretet igazsággal együtt szeretet csak, akkor miért ne beszélhetnénk a szeretetről, mint törvényről, sőt a törvény betöltéséről, vagyis hát, hogy egy mondatban is összefoglalható az erkölcsi törvény. Szeresd a másik embert. Jézus így mondta Máté 7:12-ben, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Itt is ezt mondja Pál, hogy egy mondatban összefoglalható a törvény, és a törvény nem így foglalja össze egy mondatban a Biblia, hogy szeresd az Isten, nem, szeresd az embert. Ez aztán az igazi humanizmus, szeresd az embert. Hát ezt talán mindenki elfogadhatja, az ateista nem fogadja el. A muzulmán, a buddhista, hinduista, törzsi vallás követője, a keresztény, mindenki elfogadhatja, hogy szeresd a másik embert. Egy mondatban összefoglalható a törvény, mert a törvény betöltése a szeretet. A szeretet nem illeti még gondolkodásába se, gondolkodásodba se vádold a másik embert. Tehát tökéletesen szeresd, ne csak külsőleg, látszólag, belül, szívedből, lelkedből becsüld a másik embert, hogy mondták a personalisták, hogy kétféle ember van. Az egyik ember azt mondja, hogy örülök, hogy élsz. A másik ember azt mondja, hogy nem jó, hogy a világon vagy. Hát úgy szeresd a másik embert, hogy sugározzon belőled, hogy örülök, hogy élsz, jó, hogy a világon vagy, kell, hogy legyél, mert hozzáadsz valamit a világhoz, még az én életemhez is, jó, hogy vagy, hogy ismerlek, szeresd a másik embert. Igen, ez a humanizmus, amit a Biblia hirdet, ez az igazi humanizmus.
de aztán rögtön hozzátesz valamit a Biblia. Igaz, nem itt, más helyén, de a Bibliát csak úgy lehet olvasni, hogy viszont megvan írva elve alapján, hát 66 könyv, több százezer kijelentés, mindent hozzunk összefüggésbe a másik kijelentéssel, és a Máté evangélium a 22. fejezetében felteszi egy farizeus is a kérdés Jézusnak, hogy Mester, mi a fő parancsolat? Mi az a parancsolat, amitől minden függ? És ott Jézus nem egy mondatban mondja el, bár a hegyi beszédben ő is egy mondatban mondta el, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Itt most már a farizeusi kérdésre két dolgot mond. Jézus azt mondja, hogy szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, minden erőből, ez a fő parancsolat, és a második hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Aki ezt a kettőt megtartja és betölti, az emberi élet rendeltetését betöltötte, az jól él, a szeretetben él. Jézus miért beszélt már kettőről? Azért, mert nyilvánvaló, ha csak azt mondanánk az embereknek, hogy emberek, szeressétek egymást. Gondolják, hogyha csak ez az egy mondat lenne a Biblia, vagy Biblia szímén csak ez az egy mondat maradt volna fenn, ez elég lenne nekünk embereknek. Hát éppen ezt játsszuk ki számtalanszor. Hát a szeretetet játsszuk ki számtalanszor másokkal szemben, de önmagunkkal szemben is. Hát, hogy mondta Nietzsche, hát ha másoknak 10-szer hazudunk, magunknak 100-szor hazudunk. Az ember hazug lény. Az ember kijátsza a szeretetet, az ember csak beszél a szeretetről, de a szeretet valóságát nem éli. Ezért Isten részletezi a szeretetet. És a második részletezés, hát az első nem is részletezés, az olyan, mint egy V betűnek az alsó pontja, hogy egy mondat. Most, hogy megyünk fölfelé, nyilván most már két pontot kell összekötnünk. Mi ez a két pont? Itt Jézus rávilágít arra, hogy továbbra is az a fő parancsolat, hogy szeresd a másik embert, de hogy szeretnéd te a másik embert, ha Istentől nem tudod megtanulni a szeretetet? Hogy szeretnéd te a másik embert, akitől nem csak jót kapsz? Ha Isten nem tudnád megszeretni, akitől csak jót kapsz? Hát ha Isten nem tudjuk megszeretni, akitől csak jót kapunk, hogyan szeressük a másik embert, akitől nem csak jót kapunk? Ez a logikai összefüggés van a háttérben. Nem mást mond Jézus, mint amit Pál a Róma 13:8-10-ben. Ugyanezt mondja a Máté 22. fejezetében, itt csak rávilágít arra, hogy igazi emberszeretet csak ott létezik, ahol megismerjük Istent, elfogadjuk az ő szeretetét, hagyjuk, hogy megváltoztasson ez a szeretet, és ebből a megváltozott énünkből adunk, mint tartozást a másik embernek igazi szeretetet. Ekkor már a Bibliában megjelenik ez a kettős megfogalmazás ugyanannak a dolognak, kicsit részletezőbb, árnyaltabb kifejezése. És megyünk fölfelé a V betűnkön, és most megint összekötünk két pontot, de ez már hosszú összekötés lesz, és ez a 10 parancsolat. A 10 parancsolat az egyet nem kettővel, hanem az egyet és a kettőt már 10-zel határozza meg, 10-zel részletezés árnyalja. És ha 10 parancsolatot megismerjük, itt még nincs vége a Bibliának, bár nagyon örülök, hogy a jelenlegi magyar egészségügyekkel foglalkozó miniszter is azt mondta, hogy meg kellene ismerni a 10 parancsolatot, mert hát a 10 parancsolat az alap, hát az alapján kellene élni. Hadd mondjam el egyik nagy fájdalmamat, kedves együtt gondolkozók. Én 35 éve járom az országot és a Kárpát-medencét. Sok helyütt beszéltem a 10 parancsolatról. Nekem a Kárpát-medencében a 14 millió magyar közül egyetlen egy valaki tudta elmondani hiánytalanul a 10 parancsolatot. Meg is mondom önöknek, Fad községben, Tolna megyében, egy nyugalmazott református lelkész, és ő is Erdély földjéről származik. Máshol, ahol kérdeztem, a 10-ből, nem tudom, fél kezemen megszámolhatót se tudtak elmondani. De hát higgyenek a statisztikának, a 90-es években Amerikától Magyarországig felméréseket végeztek, hogy a 10 parancsolatból mit ismernek az emberek, tudják, hogy mi került az első helyre? A ne lopj parancsolat. Igen, hát egy
tulajdonra épülő kapitalista világban, egy fogyasztói társadalomban a legszentebb a tulajdon, a legszentebb nem az ember, nem a másik, hanem amim van, vagy amije van, ami elvehető tőle, amivel gyarapítható a magamé. Ezt 67%-ban ismertem nélkül, hogy ilyen van a 10 parancsolatban, hogy ne lopj. De hogy mi a 10 parancsolat első parancsolata, amin alapul aztán a többi, mert hiszen ha nincs Isten szeretet, akkor hogy legyen ember szeretet? Ezt 10% körüli ismertséggel jegyezték föl. Nem megdöbbentő ez? 10 parancsolat, és keresztény kultúrának nevezzük országunkat, és az európai civilizációt is, és a 10 parancsolatot nem is ismeri, sőt, foglalkoztam már ezzel is sorozatunkban, meg is változtatták a 10 parancsolatot, mert törölték a másodikat belőle, a negyediket átszövegezték és megcsonkították, és mivel kevesebb lett, a 9-et ketté kellett vágni, adni a látszatot, hogy megvan a 10. Döbbenetes dolog ez. Nem lehet eléggé a felháborodásunkat kifejezni, hogy egy magyar gondolkodó mondta a 20. században, felháborodok, tehát vagyok. Mert ha nem háborodunk fel a rossz láttán, ha nem tesszük szóvá azt, hogy átállították az irányjelző jeleket, akkor miről beszélünk? Akkor valóban nincs jogunk beszélni a szeretetről, ha még a 10 parancsolatot se ismerjük, és sokak önhibájukon kívül nem ismerik, járhattak hittanórákra, katekézisekre, nem azt tanították, ami Mózes 2. könyve 20. fejezetében, vagy Mózes 5. könyve 5. fejezetében található, vagy amiből Jézus visszaidézett Máté evangéliuma 5. fejezetéből is, ugye a mélységükig kezdte bemutatni, hogy ezeknek a parancsatoknak nem csak egy felszíni értelmük van, hogy ne ölj, és akkor kipipálom, hogy én senkit nem öltem, na de szavakkal nem lehet ölni. Magatartással, gyilkos tekintetről nem beszél a hétköznapi nyelvhasználat sem. És aztán, ha tovább megyünk a V-ben, 1, 2, 10, hát ez a 10 parancsolat után, ahol benne van ez a 10 parancsolat, az egész Biblia, hát az egész Biblia törvény, az egész Biblia, szokták mondani, hogy a zsidóknál 360-valahány törvény parancsolat, dehogy is. Hát az életnek nagyon sok vonatkozására Isten adott törvény, megszámolhatatlanul sok parancsolat van, nem csak a kijelentésekben, a történetekben, az erkölcsi összefüggésekben. Tehát akkor egy negyedik szinten, ahogy összekötöm a két pontomat a V-nek már a fölfelé menő ágán, akkor megkapom szinte az egész Bibliát, mint törvényt, mint parancsolatot, és ha még tovább megyek, és összekötöm a V-nek a két utolsó pontját, mint ahogy a poharamnál is azt mondtam, hogy betöltöm, akkor azt mondom, hogy a Biblia, a tapasztalatok, az emberiség története és hagyománya is mind, hát ez nem bizonyos törvényszerűségeket tesz nyilvánvalóvá. És mindez honnan kezdődött? A szeretetből. A szeretet nagy igazság. Ha a szeretet a legfőbb igazság, akkor ezt az igazságot a törvényekkel torzulásmentesen lehet nyilvánvalóvá tenni, tágítani, részletezni, árnyékolni, vagyis hát mindenféle részletet bemutatni, nem leárnyékolni, hanem kiterebélyesíteni, hát akkor nincs igaza a 119. Zsoltárnak, amely azt mondja, hogy az Isten törvényéről, törvényeiről kellene nappal és éjszaka gondolkozni, mert ami őnála igazság, törvény, parancsolat, beszéd, akarat, hogy mondja Dante az isteni színjátékban, az ő akarata, ami békénk. Szeretnénk békét? Szeretnénk harmóniát? Ha nem is az egész világban, mert hát azt már nem tudjuk előidézni,
Sokszor még a saját családi életünk sem osztatlanul a harmóniáról beszél, de szeretnénk békét, harmóniát, boldogságot a saját egyszeri életünkben. Ismerjük meg az igazságot. A te igéd igazság, mondta Jézus János 17:17-ben. Ismerjük meg az igazság törvényeit, mert a törvények a szeretetet teszik kézzelfoghatóvá, emberközelivé, sőt, a kőtáblákról az elmébe és a szívbe akarja beírni Isten a törvényeket, hogy a törvény ne egy külsődleges dolog legyen. Valóban külsőleg senkire nem lehet ráparancsolni, hogy szeresd a másik embert, vagy azt, akit eddig alig tudtál elhordozni, most szeresd, vagy szeresd ezt az állapotot, amiben vagyunk. De hogyha az ember megismeri, amit az Isten mond, ha hagyja, hogy az Isten beleplántálja az elméjébe és a szívébe, akkor belülről fakad a szeretet, és belső meggyőződésből őszintén, lelkesen úgy kívánunk szeretni, mint akik nem adnak, de továbbadnak. De a valódit, az igazit, a hiteleset adják tovább. Tehát szeretettel hívom mindannyiójukat, hogy induljunk el. És amire sokan hivatkoznak, a 10 parancsolat. Hát ismerjük meg a 10 parancsot, csak kortyonként fogjuk venni. Nem egy közös gondolkozásban az összeset, mindegyik parancsolatot külön-külön, ahogy a nagy református holland teológus Douma Magyarországon is Gödöllön kiadták a könyvét, a 10 parancsolat című könyvében teszi, hogy bemutatja, hogy ebbe a 10 parancsolatban az egész élet benne van, az egész életet lefedi, mert a 10 parancsolat tökéletes törvény, nem olyan, mint a Hammurabi törvényei, nem olyan, mint a Kód Napóleon, nem is olyan, mint a 12 pontunk, nem is olyan, mint a hatályos magyar jogszabályok gyűjteménye. A 10 parancsolat mind a 10 parancsolata hiánytalanul lefedi az életet. Ha ezeket megismerjük, semmi hiányunk nem lesz. Induljunk el, és legyen az első feladat, az első parancsolat megismerése, amiről, mint említettem önöknek, 10%-nyi ember se ismeri, vagyis hát az emberek a 10 parancsolatból ezt ismerik a legkevésbé. Meg fogjuk látni, hogy igaza van Luther Mártonnak, olyan mélységes rögtön ez az első parancsolat, hogy szinte, mint a magban a tölgy, az összes többi benne van. Induljunk útra, de mára köszönöm megtisztelő figyelmüket.